A kánikula elsősorban azok számára jelent megterhelést, akik a szabadban dolgoznak, nekik ilyenkor a munkáltatók védőitalt biztosítanak. Beosztuk, ilyenkor kevesebb időtartalmat dolgozunk egy nap, és akkor, mint itt is, hogy most betoroztunk födémet, az míg a másik autó jön, addig árnyékba húzózkodunk, és akkor addig tudunk folyadékot inni, meg egyéb dolgokat. Nagyon erős az UVB sugárzás is, lehetőleg ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a napon, hint óvatosságra a megyei tiszti főorvos. Dr. Molnár Márta szerint érdemes napközben az ablakokat zárva tartani és sötétíteni. Ilyenkor javasolt hűvös árnyékos lehetőség szerint klimatizált helyiségben tartózkodni, kerülni kell a kültéri fokozott fizikai aktivitással járó tevékenységet, amennyiben mégis ki kell mennünk a szabadba, mindig legyen nálunk egy liter ivóvízminőségű víz, amit megihatunk, vagy felfrissíthetjük magunkat. Csak éjszaka szellőztessen, és lehetőség szerint csökkentse az elektromos készülékek, még a világítás használatát is. Fontos a fokozott folyadékpótlás, a vízivással ne várja meg a szomjúságérzetet. Az alkohol, a magas cukortartalmú üdítő és a koffein fogyasztása nem javasolt. Gyakran zuhanyozzon, vagy fürödjön langyos vízben. Viseljen világos, természetes alapanyagú bőrruhát. Ha napra megy, hordjon széles karimájú kalapot és napszemüveget, tanácsolja a tiszti főorvos. A mostanihoz hasonló hőhullámok idején a halálozási arány akár 15%-kal is megnőhet, több dolguk van a mentőknek is. A kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőkre fokozott veszélyt jelent a kánikula. Kisgyermeket és állatot még rövid időre sem szabad a gépjárműben hagyni, mert az utastér gyorsan felforrósodik, és hamar bekövetkezhet a tragédia.